Köszöntöm kedves szurkolóinkat! Mai napon a Pannonhalmi Együttes lesz a Valam Nyúlés C ellenfele. Két szomszédvár csatája osztálytól függetlenül mindig rangadónak számít, és mindig a két együttes nagy küzdelmét hozza, reméljük ez ma is így lesz. Úgy néz ki, mind a két csapat a legeresebb összeálltásában kezdheti a játékot. A mérkőzés játékvezetői Bán Attila, segítői Tiborcz Viktor és Holpár Gergely asszisztensek lesznek. Mondovics Dávid, a hazai csapat edzője, győzelmet remél az első hazai mérkőzésen. A vendégek kezdhették a mérkőzést, de a második percben mégis a hazaiak egy szögletet követően Orbán Gábor fejesével veszélyeztették a vendégkaput. Aztán jött a 14. percben a hideg zuhany. Molnár Csaba ívelt a legrutinosabb vendégjátékos Csollány Balázs elé, aki határozottabb volt védőjénél, és beadását követően a 14-es szám német László a hazai kapust is megelőzve fért a kapuba. Hát a hazaiak jól láthatóan megtorpantak egy pillanatra, ez elég volt arra, hogy elénybe kerüljön a vendégcsapat, így 1-0 Pannonhalma javára. Reméljük a folytatásban jobb lesz a eredmény alakulása, de a 21. percben Molnár Gergely kap jó indítást, és a kiinduló hazai kapus felett szépen láttam elszerzni a csapat a második gólját. De azért védelem úgy érzem, hogy picit elaludt és nem figyelt eléggé a vendég támadóra. Hát 22 perc játék után 2-0-ra vezetnek a vendégek, hát innen nehéz lesz visszajönni a meccsbe. A 38. percben Kis Zoltán indításával kerülhetett volna gólhelyzetbe a hazai támadó, de beérték, időre lett a kecsegtető lehetőség. A 39. percben Varga Péter távoli próbálkozása lepattant a védőkről, így 3-2-es emberölönybe vezethették a labdát a hazai védőfalra, de szerencsére elügyetlenkedték a befejezést. Az első fél idő utolsó percében a hazai csapatnak volt még két gólszerzési lehetősége. Varga Péter átadását Varga Tamás nem tudta gólra váltani. A jól vélett a hazaiak kapusa, a másik gólhelyzetünket pedig a asszisztens állította meg tévesen, sajnos lest jelzett. Így 2-0-ás Pannonhalmi vezetéssel vonultak a csapatok az öltözőbe. Azt gondolom, a mérkőzés még nem lefutott. Látszott, hogy a hazai csapatnak vannak helyzetei. Picit harcosabb felfogású meg lehet fordítani ezt a mérkőzést. Így is jöttek ki a hazaiak elszántabban, és a első támadást egyből Bagó Bonifác gólra váltotta. Orbán Gábor és Nyakas Martin lekészítésével nagyon szépen csavarta a kapu jobb oldalába a labdát. Az 51. percben Töltősi András indításával Ködmön Szabolcs fordult le a védőről, és került nyilvánvaló gólhelyzetbe. A játékvezető szabadrugást ítélt, amit Bagó Bonifác jól helyezett, de a kapu fölé rúgott. A 68. percben egy könnyelműen eladott labdát követően a vendég támadója hosszan szöktette magát, majd nekifutott a hazaiak védőjének, Töltősi Andrásnak. Igen, ezt itt most lassítva látjuk. A megítélt szabadrugást mögé Pintér Kolos állt le.
sem jó 22 méterről jobban a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Ekkor úgy tűnt, hogy a mérkőzés eldőlt, és már mindenki biztos volt benne, hogy a Pannonhalma fogja nyerni ezt a mérkőzést. Ismét egy labdaszerzést követően lezárhatták volna a meccset egy újabb góllal, de 73. percben a sérüléséből felépült Varga Zsombor tesztelte 20 méterről a kapusnak a reflexeit, aki ekkor még megúszta a gólt, de a szögletét követően a mi játékosunk elé boxolta a labdát, és Töltősi András tanítani valóan szép áttemeléssel alakította 3-2-re a mérkőzés állását. A hazaiak nem ünneplik a gólt, látszik, hogy sietnek, szeretnék megfordítani a mérkőzést. A következő támadásnál több játékosunk is megsérül, de tovább visszük a labdát, és egy Bagó Ködmön Töltősi összjátékot követően Varga Zsombor juttatja kapuba a labdát, így a nyúli csapat a nehezen is, de kiegyenlített, és ezzel 3-3 lett az eredmény. Látszik, hogy a hazaiak most sem ünnepelnek, hiszen számukra csak a győzelem az elfogadható eredmény a mai mérkőzésen, hiszen szeretnének felzárkózni a középmezőnyre. Továbbra is támadásban maradnak a nyúliak, amelynek egy újabb szögletrugás lett az eredménye a 89. percben. Varga Zsombor beadását Ködmön csúsztatta tovább, és ahhoz oldalon üresen maradt Orbán Gábor, és kapuba juttatta azt fejjel. Ezzel kialakította a 4-3-as végeredményt. Most már lehet ünnepelni. Ségében 3 percnyi hosszabbítás után Bánatéve lefújta a mérkőzést, amelyet úgy gondolom, hogy jól vezettek a játékvezetők. A mérkőzéssel látottakat összefogva az első félidő alapján a vendégek kezében volt a győzelem lehetősége, de valahogy a félidőben a öltözőben maradtak, és egy harcosabb nyúli társaság elszántabb jött ki, aki végül is azt gondolom, hogy igazságosan fordította meg az eredményt, és alakította 4-3-ra.